Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 12. adásában. Bibók Barbara vagyok. Mai műsorunkban beszélgetünk a Zsámbóki Lecsó Fesztivál színes hagyományairól, az Aszódi Esztéken megmentésére szervezett jótékonysági rendezvényről, valamint ismét vendégünk lesz Száraz Gábor, a Tigás sajtószóvivője, aki ezúttal is választott kérdéseinkre. Tartsanak velünk! Korábbi adásainkban már vendégünk volt több közéleti szereplő is, akikkel az Aszódi Esztéke jövőjéről beszélgettünk. Többek között dr. Bodó Zsolt főorvos úr említette közelmúltbeli adásunkban, hogy egy jótékonysági estet szerveznek a Legyen az Ön Szívügye alapítvány keretein belül. Ennek kapcsán köszöntöm most stúdiónkban Barlai Edit, aszódi lakost. Én is köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy elérkezett hozzánk. Edit pedig azért van itt a mai napon, mert ő is saját szívügyének érzi ezt a dolgot. Hogyan is kapcsolódik ön a jótékonysági est szervezéséhez, Edit? Hát ezt megelőzi az a pár hónap, ami egy kicsit vacilált az idegeinkkel. Marad az esztéke, megszűnik az esztéke, mi lesz velünk, Salgótarján vagy Százhalombatta fogad be. És akkor én elég közel lakom az esztékához, és beszélgetve a bent dolgozókkal, ugye ismerem mindegyiket egytől egyig, akkor vetődött fel az a jó ötlet, hogy kezdjük el a szódon szervezni azt a jótékonysági estet, amivel felhívjuk a figyelmet, hogy szükség van, kell, még akármilyen áron is a szakorvosi rendelőintézet, mert Galga völgyéből 38.500 beteget szolgál ki. Itt jött az az ötlet, hogy össze kellene trombitálni egy kicsit az szívügyének tekintő társaságot. Segítsenek, szervezzünk, és lépjünk elő a hallgatásból, hogy meglegyen a jótékonysági est. Ön, mint lelkes szervező, mit tudna elmondani, milyen programok lesznek ezen az esten, illetve kiket várnak, kikre számítanak? Hát a fellépők között azt lehet mondani, hogy a társaság fele amatőr, a másik fele hivatásos előadó, ingyen és bérmentve, valaha aszót szülöttei voltak, és a környék a Galgavölgy szülöttei, tehát biztos, hogy szívesen minden kitétel és kifogás nélkül vállalták azt, hogy fellépnek. Nagyon változatos lesz a program, nagyon szépen van összeállítva, mindenkinek igényét, ízlését kielégítő, és szerintem, aki eljön, és egy kicsit a támogatói jeggyel megtámogatja a jótékonysági estet, az nem fog unatkozni, és jól fogja érezni magát közöttünk, az biztos. Mennyibe kerül egy ilyen támogatójegy, illetve hogyan lehet hozzájutni ezekhez a jegyekhez? A támogatói jegyeket helyszínen fogjuk árusítani, 500 és 1000 forintos lesz a jegy, szabad többet adni, azért támogatói jegy, de akinek nincs pénze, ne szégyelje magát, mert nem minden nyugdíjasnak ez a lételeme, hogy most a jótékonysági estre pénzt adjon. Egy kis fizikai munkával, egy kis meszelés, egy kis takarítás, egy kis kertrendezés az STK körül már az is rengeteget segít. Ez a jótékonysági est, ez milyen időintervallumban zajlik majd, illetve hol lesz, milyen helyszínen lesz megrendezve? Hát a helyszín maga nagyon felemelő, az Evangélikus Gimnázium aulája, és gyakorlatilag a helyszín adott. A lehetőség adott volt, ingyen és bérmentve, mert tényleg, ha jótékonysági esteket szervezünk, januárban Böjte Csaba javára gyűjtöttünk, tehát az ő kis gondozotta javára gyűjtöttünk, teltházzal megy, tehát ha ilyen rendezvény van, akkor biztos, hogy teltházas a rendezvény maga, hogy az amatőrök között rengeteg az egészségház alkalmazottja, tehát Aszódról olyanok, akik saját költeményüket, saját dalukat adják elő, tehát inkább azt mondom, az én korosztályom lesz benne a szereplőgárdában, mert 1000 szállal fűződünk gyakorlatilag a szakorvosi rendelőhöz. Ez délutántól, késő estig tartó programotól elfel? Bocsánat, délután 3 órától, egy kis szünettel, ahogy én néztem, olyan 2,5 órás a program, lesz egy kis
üdítő, egy kis pogácsa, lesz egy szünet, tehát egy 20 perces szünet, de ebben a legkisebb korosztálytól a legidősebb korosztályig mindenki fog szerepelni, úgyhogy muszáj egy kicsit lélegzethez jutni, egy kicsit, hogy beszélgessen egymással az, aki eljött ugye meglátogatni a szódot, vagy visszatért a szódra egy ilyen alkalomból. Tehát egy kicsit közösség összefonódó szerepe van ennek. Családias légkörre számítanak igen, ez igen, ezt így lehet, mert szinte ismerőse lesz mindenki mindenkinek. Lehet, hogy 10 éve nem találkoztak, lehet, hogy 20 éve, de most itt a ragyogó alkalom, és most lehet segíteni. Tehát, ha jól értem, akkor nem csak a szűk környékbeliekre számítanak, szeretettel várjuk, nem minél távolabbi vendégekre is. Szeretettel várjuk a régió mind a 12 településről. Az ide nem csak gyógyulni bejárókat, hanem most egy kicsit kikapcsolódni is érkezőket. Tehát Turától egészen Galgamácsa, Galgagyörg, vagy Erdőtarcsa, egészen, azt lehet mondani, hogy felfűzve az összes községet, mindenki szeretettel várunk. Akár egészséges, akár beteg. Tehát ha el tud jönni, és alkalma van ezen a délutánon itt lenni, ígérjük, nem hogy... Nem érdemes kihagyni. Igen, ígérjük, hogy minőségi délutánban lesz része. Ugye szóba került itt ez a színes paletta a műsorszámokat illetően, de hogyha némi ízelítőt kaphatnánk abból, hogy konkrétan milyen műsorszámok is lesznek. Hát Aszódról egyik leghíresebb operaénekesünk, tenorban volt tanítványom, Muk József. Ő fog énekelni az én volt általános iskolámból 40 gyerekkel az Ave Máriát adják elő, gyönyörű lesz. De ugyanakkor van osztálytársam, Budai András, aki amatőr, előadó művész, egy szál gitárral a kezében, verseket zenésít meg, azokat adja elő. Vagy szintén volt tanítványaim közül Bartók Annikó és Herceg Attila, ők költők, nem csak idézőjelben, hanem gyönyörű verseket írnak, és ők is fellépnek, vagy Rónai Lajos, a Podmanicki Zeneiskolának igazgatója, új együttese van, ha jól hallottam, a Duda együttessel lépnek fel, tehát nagyon változatos, ikladi fúvós zenekar, azt lehet mondani, hogy szinte minden tárházát adjuk a kultúrának. Kicsiktől egészen az idősekig mindenki megtalálja a kedvére való. És hogy el ne felejtsem, közben lesz egy tárlat. A dolgozók munkáiból, tehát van, aki hímez gyönyörűen, van, aki goblejneket készít, van, aki horgol, csipkét horgol, akkor vannak festőművészeink amatőr szinten is, de vannak ugye magasan elismert művészei ennek a körnek itt a Galgavölgyében, akár a Fedinec doktor úr festményei lesznek kiállítva, vagy szintén volt tanítványom Zsemberovszki Márta, aki kerámikus, tehát hivatalosan ez a szakmája, de gyönyörűen festő is, tehát sokan felajánlottak készmunkákat, tehát adományként, tehát ott árusítani fogják, és az ott befolyt összeget szintén az STK javára, igen, az alapítmány javára fogják felajánlani. Értem. Tehát akkor tárlatvezetés, nagyon gazdag lesz, műsor. Komolyan. Tehát igyekszünk úgy megcsinálni az egészet, hogy egy kicsit elvarázsoljuk az odaérkezőket. Látványban és füllel is. Leginkább a szívüket kell elvarázsolni. Igen, hát remélem, hogy sikerül. Remélem, hogy sikerülni fog, mert nagyon sokan visszajeleztek, telefonüzenetek is jönnek, hogy segítünk, szóljatok, bármit kell. A szervezésben, tájékoztatásban, szórólapokat széthordani, plakátokat elvinni szomszédfalvakba, és remélem, hogy a meghívást a polgármesterek is komolyan fogják venni, az első 4 sor nekik van fenntartva, mint díszvendégeknek, úgy remélem, hogy bízunk sikerül. Benne, igen, hogy igen, megtelik igen. Az első igen, és látják azt, hogy mégiscsak úgy vagyunk, hogy nekünk már szívügyünk az aszódi STK-t, szóval ez tényleg így van. Hol tud jelentkezni az, aki még inkább szívügyévé szeretné ezt tenni, és mondjuk a jótékonysági est szervezésében szeretne részt venni így a jövőben? Hát, ha szeretne jelentkezni, és valamiben még tud nekünk segíteni, akkor engem mindenki elér a szódon, ugye elég régen itt születtem, itt lakom, megtalál, vagy a Blaskóné Marikát a szakorvosi rendelőnek a laborjában dolgozik, a Marika, ő veszi a vért, ugye a Dracula néni. Tehát vagy nála jelentkezik, vagy a Bodó főorvos úrnál szintén lehet jelentkezni. Milyen feladatokat tudnak még ellátni, amivel segítséget tudnak nyújtani a szervezésben? Itt olyan feladatokra várunk segítséget a teremőr,
Notre-Dame-i toronyőr, itt teremőr, mert a szereplőket 5 teremben helyezzük el, ugye folyamatosan fogják egymást váltani, tehát ott nagyon kell figyelni, hogy illetéktelen személyek közlekedjenek, jöjjenek, de tudom, hogy általában a gyerek szereplőknél mindig van úgy kíséret, hogy felügyelet van a ruhájukra, meg rájuk is, de hogy felnőtteknél vagy meghívott vendégeknél ne legyen semmi gond, tehát 5 tanterem úgy lesz kiürítve, hogy ott át tudnak öltözni, tehát fel tudnak készülni a műsorszámokra, tehát oda azért várunk. A péntek délutáni, gondolom a gimnázium annyit besegít, hogy berendezik az aulát, mert ez mindig így szokott lenni. A dekoráláshoz nekem van segítségem, tehát ott az már nem gond. Tehát van egy kis csapat, aki csinálja. Önként és ingyen jelentkezett be az erősítéssel az egyik aszúdi kedves segítőnk, úgyhogy őnek is megvan a stábja, aki tud segíteni. Tehát gyakorlatilag, ha valakinek valami felajánlása van, vagy a büfében nyitni a ingyen osztogatott üdítőket, vagy ásványvizeket, és a pogácsát kínálgatni a kedves vendégeknek. Oda várhatunk segítséget, de mindenkit szeretettel várunk. Mit üzened itt azoknak a kedves nézőknek, akik most a tévéképernyő előtt fontolgatják, hogy ott lesznek-e szeptember 24-én, mert ugye ez az időpont? Mi az, amit átadna nekik? Én nem szeretném, hogyha elfelejtenék a szódot azzal, hogy majd mi megmutatjuk a mi falunkban, mekkora orvosi rendelőt fogunk építeni. Ez az orvosi rendelő felépült közmunkából, és gyakorlatilag 63 óta, amióta bejáratódott az egész, mert most már teljesen bejáratott intézmény a szakorvosi rendelő, egy kicsit elkopott, de ne felejtsék el, hogy a kétszer kimosott ruha még nem azt jelenti, hogy többször nem vehetem föl. Szépíteni egy kis meszeléssel, egy kis cseréléssel lehet az esztékát, de a jó szív, a jó szó, a tudás az mindig ott van mögött, és a lelkes munka és a lelkiismeretes munka, ami azért csak megtartott a Galga völgyében a szakorvosi rendelőt, ahányszor próbálkoztak leszakadni tőlünk a települések, segítsék, hogy megmaradjunk, mert ide biztos, hogy sorba, abban az időpontban bejutnak az orvosi rendelőbe, hogy időpontot egyeztetnek, vagy ha váratlanul ambuláns rendelése jönnek, akkor is megkapják azt a teljesen, természetesen, mosolyogva adott, mert tényleg úgy van, hogy úgy lép ki az ember az STK-ból, hogy na, itt segítettek rajtam. Az igazság az, hogy itt működik 5 gyermekintézmény, 3 gimnáziumi rész, 2 általános iskola, 2 óvoda, a bölcsőde, és a javítóintézet és fiatalkorúak elítélt területe, és gyakorlatilag ők is oda mennek át azonnal, hogyha baj van a gyerekkel. Tehát hiába van egészségügyi, meg kórház része. Így van, tehát szükségünk van rá, és tényleg, aki ezt észel, nem csak, most már csak a szívünk dobog azért, hogy az ész is utolérje a szívet. A szívünk pedig dobogjon és jöjjünk el minél így többen van, a jótékonyságért. Minél többen. Én kívánom a környezetünkből, és ne csak az aszódiak legyenek ott, hanem az a 12 község vagy falu, aki hozzánk tartozik ide, beutalókkal együtt, egy kicsit most ne úgy jöjjön el, hogy na most curira állok sorba, hanem most egy olyan élményben lesz részem, most hogy... egy felejthetetlen estre állok sorba, és még sorba állni sem kell. Így van, helye lesz, ülhet, megkínáljuk, megetetjük, szép kiállításokban lesz része, és szép műsorszámokban lesz része. Ezzel várjuk tehát Önöket szeptember 24-én a jótékonysági esten. Köszönjük, Edith, hogy én a vendégünk volt. Én is köszönöm szépen, hogy megszólalhattam. Szeretettel köszöntöm ismét stúdiónkban Száraz Gábort, a TIGÁS sajtó szóvivőjét. Köszönöm. Jó napot kívánok. A múlt heti adásunkban arról beszélgettünk, hogy milyen szabálytalan vételezések történnek a gázmérő berendezéssel kapcsolatban. Most pedig arról fogunk egy tájékoztatást megnézni, hogy a szabálytalan vételezésre utaló nyomok kapcsán a mérőberendezést hová viszik és mi történik vele. A fogyasztási helyen, amennyiben az üzemeltetési szerelő, vagy a TIGÁS megbizotja, vagy ellenőrzési szerelő pár szabálytalanságot talál, vagy vélelmez gázmérőn, akkor a gázmérőt közösen a fogyasztóval megfigyelik, megnézik. A szerelő megmutatja a fogyasztó részére, hogy mi az a szabálytalanság, amire ő gondol, és dokumentálják ezt természetesen fényképfelvétellel is, és papír alapon is.
a feladata a szerelőnek, hogy ezt egy zárt dobozba helyezze. A jelen helyzetben minden esetben egy dobozba helyezik a gázmérőt, illetve a műzárakat, és a dobozt körkörösen zárt széles ragasztószalaggal le kell zárni minden irányból, és ezt a szalagot pedig a szerelőnek úgy, mint a fogyasztónak is kézjegyével el kell látni, tehát hitelesíteni ezt a dobozt, hogy későbbiekben ebből probléma ne legyen. Ezt követően a fogyasztási helyen felszerelésre kerül egy új gázmérő, lezárt plombával, amit szintén dokumentálunk, és a fogyasztás folyamatosan szolgáltatás természetesen működhet. Ezt követően a lezárt dobozban lévő gázmérőt szakértői vizsgálatra küldjük. Ez azt jelenti, hogy a szakértői vizsgálat független igazsági és műszaki szakértő fogja egy szakértői vizsgálat alapján megállapítani, hogy ennek a gázmérőnek van-e sérülése, van-e szabálytalanság, vagy történt-e ezzel szabálytalanság, illetve ezt majd a fogyasztót is meghívjuk, és a fogyasztó is láthatja természetesen ezen a szakértői vizsgálaton. Ennek az eredményét a fogyasztó részére posta alapján kik fogjuk küldeni, illetve a jelenlévő fogyasztó már tájékoztatást kap erről a szakértőtől. Mi történik akkor, hogyha az ellenőrzéskor szembesül az ingatlan lakója azzal, hogy szabálytalanságot észleltek az órán, a mérőberendezésen? Hát ebben az esetben, ahogy a bejátszásban is ez látható volt, jegyzőkönyvet vesznek föl, leszeredik a mérőt, dobozolják. A gáztörvény végrehajtási rendelete előírja, hogy ilyen esetben, ha szabálytalan vételezésre utaló nyomot találnak a kollégáink, nincs mérlegelési lehetőségük, jegyzőkönyvet kell felvenni, le kell szerelni a mérőt, dobozolni kell, és igazságügyi szakértői véleményt kell kérni arról, hogy most történt szabálytalan vételezés, vagy nem. Szakértői vizsgálata alkalmával a szakértő megvizsgálja a dobozolt gázmérő sértetlenségét, illetve rajta megtalálhatóak-e azok az aláírások, amik a helyszínen, fogyasztási helyen meg kell, hogy legyen, tehát fogyasztó, illetve a szolgáltató képviselőnek aláírásai. Ezt követően egy szemrevételezés után kontrollmérést végez minden esetben, amennyiben vélelmez valamit a szerelő, akkor ez irányba kezd vizsgálódni. Például mágnesezés gyanújával megnézi azokat a jeleket, a gázmérőn külső sérüléseket, ami alapján mágnesezés lehetséges. Szétszereli a mérőszerkezetet, és bizonyítottan megállapítja műszerrel, illetve más módszerrel, hogy mágnesezette a mérő, illetve van-e benne mágnesezhető alkatrészt. Ezt követően ezt dokumentálja fényképfelvételekkel, és elkészíti a szakértői véleményét. Tehát, hogyha tulajdonképpen egy lakó ugye még nem tudja azt, hogy neki volt szabálytalansága, mert mondjuk ezt a szabálytalanságot, ami mondjuk bizonyítottan szabálytalanság, a korábbi bérlő vagy a korábbi tulaj követte el, akkor hogyan tudja ezt igazolni, hogy ez ugye nem az ő problémája? Na, ez, amit most tetszik említeni, egy kicsit más eset, mint az előző. Abban a pillanatban, ahogy valaki mondjuk egy új helyre költözik be, vásárol egy bármilyen ingatlant, akkor innentől kezdődően nyilvánvalóan ő is intézi a hivatalos ügyeket, ahogy bejelenti a lakcímváltozás, stb. Ugyanilyen kötelezettsége van, hogy a szolgáltató felé be kell jelentenie, hogy ebben az esetben, ezen a fogyasztási helyen ő kíván leszerződni. Ilyen esetben kijönnek a munkatársaink, és megnézik a gázmérőt. Amennyiben itt úgy vélik, hogy ez a mérő szabálytalan vételezése volt alkalmas, akkor nyilvánvaló, hogy ebben az esetben nem az új lakó az, akit ezt terhel, hanem akkor vissza kell keresni, hogy ki az, akit korábban volt, és valószínűleg ő ellene fog megindulni ez az eljárás. Van olyan eset is egyébként, amikor beköltözik a lakó az újonnan vásárolt ingatlanba, és megnézi a gázmérőt, és neki bármilyen gyanúja merül föl. Ebben az esetben törvényi kötelezettsége, ezzel nagyon sokan nincsenek tisztában, ez nem lehetőség, ez törvényileg előírt kötelezettsége a fogyasztónak, hogyha ő maga észlel rendellenességet, akkor ezt neki adott határidőn belül a szolgáltató felé be kell jelentenie. Ilyen esetben a szolgáltató természetesen kijön, és nyilvánvalóan akkor szintén megindul egy
eljárás. Ebben az esetben azonban nem valószínűleg a szabálytalan vételezés procedúrája megy tovább, hanem leszerelik a kollégák a mérőt, és természetesen kicserélik. Nyilván itt is van mindenféle szélsőséges eset, tehát azt nem érdemes megpróbálni eljátszani, hogy valaki önmaga jelenti be azt, hogy hoppá, megsérült a gázmérő, kijönnek a kollégák, és akkor ő megúszza. Nyilvánvalóan, hogyha ilyen esetben is egyértelmű nyomokat lehet arra találni, hogy már pedig bizonyít egy szabálytalan vételezés volt, és ezt próbálja meg valaki most éppen kikerülni, vagy valamilyen trükközéssel átverni a szolgáltatót, akkor természetesen ugyanúgy jegyzőkönyv felvételre és dobozolásra kerül sor. Tehát mindenképpen a mérőberendezés átírása előtt kell ugye ezeket a dolgokat letisztázni. Igen, ez nagyon fontos, hogy amikor új helyre költözik be valaki, akkor neki kell leszerződnie oda, természetesen ebben az esetben a szolgáltatót kell értesíteni, és akkor a szolgáltató kijön. Legtöbb esetben ilyenkor egyébként gázmérőcserére is sor kerül. Nézzük meg akkor a következő felvétel alapján, hogy a gyakorlatban hogyan is történik a mérőberendezés átírása. Fogyasztási hely átírásakor a fogyasztási helyet a szolgáltató leellenőrzi, és az alábbiakat kell tegyen. A gázmérőt leveszi, szemrevételezi, hogy azon sérülések, szabálytalanságra utaló nyomok találhatóak-e. Amennyiben nem, akkor kontrollméréssel ellenőrzi. Ez egy összehasonlító mérés, megnézi, hogy a felszerelt gázmérő és egy hiteles gázmérő között van-e jelentős különbség mérésügyileg. Amennyiben nincs, akkor felszereli a gázmérőt, és új műzárakat, sárga blombákat, jogi zárakat helyez fel, és dokumentálja természetesen ezt PDA-val. Ez a PDA azt jelenti, hogy ez informatikai szempontból a fogyasztónak a adatbankjában rögzítjük azokat a felvételeket, amit ott a helyszínen készítünk. Ezek után, hogyha a mérőberendezés át lett írva, és elvileg a szabálytalanság ténye nem áll már fenn, biztonságban tudhatja-e magát a fogyasztó? Természetesen, hiszen innentől kezdődően a fogyasztó saját felelőssége, illetve neki van ráhatása arra, hogy vigyázzon, hogy a gázmérő nehogy megsérüljön. Általában egyébként tényleg olyan helyre szerelik fel a gázmérőt, vagy valamilyen olyan formában helyezik el az ingatlanon belül, amikor ez nem sérül. Természetesen, ha véletlen valamilyen okból kifolyólag mégis ilyen előfordulna, akkor amiről már korábbiakban beszélgettünk, lehetőség van arra, hogy a fogyasztó maga teszi meg a bejelentést. Más ellenőrzésekkel is találkozhatunk azonban, amikor nem csupán a mérőberendezés kerül ellenőrzésre, hanem a fogyasztó helyet is ellenőrzik a TIGÁZ munkatársai. Nézzünk meg most erről is egy bejátszást. A fogyasztási rendszer ellenőrzéskor természetesen ki kell térni arra is, hogy nem csak a gázmérőt ellenőrizzük, hanem a fogyasztói vezetékrendszert és a gázkészülékeket is, hiszen a gáztörvény előírja, hogy ezeket megtehetjük, és ha szabálytalanságot, engedély nélküli bővítést találunk, akkor ezeket fel kell szólítani a fogyasztó figyelmét, hogy bizonyos határidőn belül engedélyeztesse és tegye rendbe, hiszen ez engedélyköteles. A gáztörvény előírja, hogy egy fogyasztói rendszert csak tervjóváhagyás alapján, tehát tervet kell róla készíteni, műszakilag azt a szolgáltatónak át kell venni, és ezt a folyamatot akkor is meg kell csinálni, abban esetben, amennyiben bővítés történik. Tehát más típusú készüléket szereltetek fel, módosítom a fogyasztói vagy csatlakozói rendszert, akkor gáztervet kell készítetnem, és műszakilag a fogyasztó szolgáltatónak ezt át kell adnom. Tehát ezért a rendszereket ellenőrizzük, és sajnos itt is sok szabálytalanságot találunk, és olyan szabálytalanságokat, ami akár tódozott, fódozott, mindenféle összekötések vannak, tehát a fogyasztókat megkérjük, hogy tegyék lehetővé, hogy a fogyasztói rendszert is, illetve a gázkészülékeket is le tudjuk ellenőrizni. Ezek szerint, amik itt elhangzottak, a fürdőszobától a konyháig tulajdonképpen a teljes fogyasztó helyet átvizsgálhatják a munkatársak. Tulajdonképpen ez így a gyakorlatban így működik? Tehát mindenhová bejárhatnak az önök emberei? Az engedély az ellenőrzés során a fogyasztási hely ellenőrzésére szól.
A fogyasztási hely az ugye nem a gázmérővel azonos, hanem magával az egész ingatlannal, lévén, hogy az ingatlanon belül teljesen egyedi módon több különböző olyan készülék üzemelhet, ami gázüzemű. Ebben az esetben a mi ellenőreinknek vagy munkatársainknak természetesen nem csak a gázmérőt, hanem magát az egész rendszert van lehetőségük és joguk ellenőrizni. Ennek elsősorban biztonsági okai vannak. Értem. Napjainkban ugye nagyon sok olyan család van, akik nem engedhetik meg maguknak, illetve nincs arra lehetőségük, hogy a gázzal való fűtés mellett más fűtési lehetőséget válasszanak. Ugye azt is tudjuk, hogy nagyon sokan nehezen tudják megoldani a gázszámlák fizetését. Mire számíthatunk a jövőben, illetve ezek a családok, akiknek nincs más megoldási lehetőségük, mire számíthatnak, mi várható? A Tigáz ZRT-nél több éve van lehetőség arra, hogy a fogyasztók saját maguk kezdeményezzék és kérvényezzék azt, hogy ők a számláikat részletfizetésben tudják kiegyenlíteni. Ugye itt azt kell látni, hogy általában a hideg hónapokban van főként a fűtési főszezon, ekkor igazán magas a számla, nem akkor, amikor a meleg vízről van szó. És amikor minket megkeres egy-egy ilyen fogyasztó, akkor természetesen az ügyfélszolgálaton egyedi elbírálás alapján mérlegelik azt, hogy milyen formában lehet ezt a kedvezményt, ezt a részletfizetési kedvezményt a fogyasztó részére megadni. Többnyire ilyenkor a kollégáink egyébként egyeztetnek a fogyasztóval, tehát nem úgy történik ez, hogy a Tigáz ZRT kategorikusan megmondja, hogy ekkor meg ekkor ilyen meg ilyen részletet kérek szépen befizetni, hanem akkor áttekintik a fogyasztónak az anyagi helyzetét, és egy olyan vállalást tesz a fogyasztó is, amit ő is vállalhatónak ítél meg. Pontosan. Innentől kezdődően az a fontos, hogy a fogyasztó a maga által vállalt határidőre a vállalt részleteket befizesse. Ha ez nem történik meg, akkor természetesen ettől a lehetőségtől automatikusan el fog esni. Milyen módon tehetik meg ezt az igénybejelentésüket azok a fogyasztók, akik egyéni elbírálás alapján szeretnének fizetni? Nálunk működik telefonos ügyfélszolgálat, személyes ügyfélszolgálat, körülbelül 49 irodánk van, amiben az egyetemes szolgáltatási területen bármikor mehetnek a fogyasztók, vagy arra is van lehetőség, hogy fölhívják az adott irodát, és előre telefonon egyeztetnek egy időpontot, hogy ne kelljen annyit várni, és természetesen van online internetes lehetőség is erre. Ilyenkor a kollégák utána megkeresik a fogyasztót, és természetesen onnantól kezdve már az egyeztetési folyamat az gyakorlatilag közös megegyezéssel működik. Képernyőnkön láthatják tehát kedves nézőink a Tigáz elérhetőségeit, és buzdítjuk Önöket, hogy egyéni igényeik elbírálása érdekében vegyék fel a kapcsolatot Tigáz munkatársaival. Köszönjük szépen Száraz Gábornak, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen én is. Lecsót a Keceléből Jeligével 9. Lecsó Fesztivált rendezték meg hagyományőrzés keretein belül Zsámbokon. Erről beszélgetünk most a Zsámboki Művelődési Ház vezetőjével, illetve a Nyugdíjas Klub vezetőjével. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Bajdikné Bálint Máriát, a Művelődési Ház vezetőjét, illetve Piroska nénit, Zsámbokról Mezei Lászlónét, aki a Nyugdíjas Klub vezetője. Szeretném megkérdezni, Mária, hogy ugye, mivel tevékenyen részt vett a Művelődési Ház is a programnak a szervezésében, illetve a lezajlásban segítséget nyújtottak, hogyan járult hozzá a Művelődési Ház és a Művelődési Házban működő csoportok, hogyan vették ki részüket a fesztiválból? 2003 óta történt ez, hogy valakinek a fejében megfogalmazódott, hogy fesztivált kellene szervezni. Ez az ottani egyesületek, nyugdíjas klubok, klubnak az életével kapcsolatosan együtt próbálkoztunk gondolkozni, hogy mi az, amit lehetne szervezni és tenni. És akkor abban a pillanatban először a név volt az, amit egyáltalán ki kell választani. Tehát a Lecsó Fesztiválnak a neve, az Lecsót a Keceléből hagyományőrző fesztivál. Mi is ez az, a Kecele? Mondjuk el a nézőknek, akik Kecele, ugye nem tudják. Igen. A Kecele az a népviseletnek a része, az kötény végül is, és a kertbe lementek a nénikék a Kecelébe, Kecelével beleszedték az alapanyagot, a hagymát, a paprikát, a paradicsomot, fölvitték, és végül is abból főzték meg magát a lecsót.
És ugye több helyen zajlott ez a fesztivál, tehát nem csak vecsót főztek, hanem a művelődési házban is, illetve a templomban is voltak programok, szabadtéri lehetőségek. Milyen programokat láthattak az érdeklődők? Hát egyszer volt az udvaron maga a lecsó főzés, ahol 30 bográcsban főtt a lecsó. A művelődési ház nagy termében ott már helyi művészek kiállításai és amatőr alkotók tárlata jelent meg, illetve volt a paprika kiállítás, ami természetesen hozzá kapcsolódik a zsámbokiaknak az életéhez. Ezen kívül a Galga Vidéki Sportegyesület sakkozói, azok szórakoztatták a gyerekeket, felnőtteket. A Varoda épületében a galamb kiállítás, illetve helyi érdekességek, gyűjtemények kaptak szerepet. Ezen kívül a zsámbuki turisztikai lehetőségekről fotók és útmutatók jelentek meg. A Lapu Istvánné tájházban ott a nyugdíjas klub segítségével csigatészta készítés, illetve szövés, akkor agyagozás zajlott, valamint a kemencébe ott kenyérlángos sütöttek. A római katolikus templomban a hangversenyé volt a szerep, illetve ott az idegenvezetés, tárlatvezetés is megjelent mellette. A szabadidő parkban a gyerekeknek az első napon ott ügyességi játékokat a pedagógusok vezetésével, segítésével, valamint kerékpáros ügyességi verseny zajlott, illetve a szabadidő parknak tematikus útvonala van, ahol a gyerekek különféle játékokat próbálhatnak ki. A Mondák Dalok útján végül is kis gumikerekű kis vonat ment végig, ahol a uniós támogatással volt, vagyis hogy van meg egy ilyen Mondák Dalok útjának a táblázata, és azon szerepelnek a különféle régi emlékek, amelyet az érdeklődők elolvashatnak, illetve a gumikerekű kisvonaton bemondással megismerkedhettek zsámbok életével, történetével, múltjával. De érdekes, igen, ez biztosan nagyon jó hangulatú lehetett. Illetve hát ugye nevezetességeket is láthatták körbevéve. Ezen kívül talán még azt nagyon fontos megemlíteni, hogy a színpadon ugye maga a hagyomány őrzésé volt az első nap, és az volt a legfontosabb, arra élesztük ki, és a népi dolgokra, hagyományőrzésre, illetve a második nap volt a szórakozásé és a szórakoztatásé. Az első napnak a fénypontja úgynevezett zsámboki lakodalmas, amelyet végigkísérhetett a vendég, illetve saját maga is részt vehetett és mulathatott magán a lakodalmasban. Milyen csoportok adták elő ezt a lakodalmast? A zsámboki asszonykórus, az újgyöngyös bokrétás, itt a zsámboki hagyományőrző népi együttest kell megemlíteni, annak két csoportja van, az egyik az asszonykórus, a másik pedig maga a gyöngyös bokrétás csoport, akik a fiatalokból állnak, és a hagyományőrzést tovább éltetik. És ha jól tudom, akkor már ezekben a csoportokban vezető szerepet tölt be. Igen, lehet így mondani, így van. Egy picit segítem őket. Hát mint művelődési háznak a vezetésével, a munkám során kapcsolatban vagyok velük, így van. Így van. Illetve, ha jól tudom, volt egy olyan program is még itt ezen a fesztiválon, ahol a zsámbokról elszármazottakat, illetve zsámboki vezeték nevű vendégeket várták, és előadást hallgathattak. Ez meg most már 9. éve, hogy mindig visszavárjuk azokat az embereket, akik zsámbok nevét viselik, és mindig különféle programokat próbálunk nekik szervezni, hogy megismerjék egyrészt magát zsámbokot, de részt vegyenek abban, hogy például a népviseletet megismerjék, felöltöztetjük őket, különféle totókkal próbáljuk őket egy picit bevonni zsámbok életébe. Terelni abba az irányba, igen, van, hogy ne szakadjanak el ettől a légkörtől. Így van. Körülbelül mennyi létszám jött össze ezen a fesztiválon? Tehát 1000 környékét lehet mondani. Egyik nap, és szerintem a második nap is. A második nap a szórakoztatásért, mint ahogy mondottam, és a szórakoztatásnál ott a családoknak élményt adjunk egy kicsit, akár a művelődésben, akár pedig a szórakozásban, hogy mindenféleképpen jól érezzék magukat a gyerekek, felnőttek egyaránt.
Igen, és ugye a Szeressük Egymást nyugdíjas klub is kivette a részét ezen a két fesztiváli napon. Piroska nénit kérdezem, hogy hogyan tevékenykedett a nyugdíjas klub? Ugye a Tájházban elég sok népi, tradicionális esemény zajlott, és tevékenységekkel lehetett megismerkedni. Hogyan is történt ez? Hát, hogy ne persze, adta csak a tészta készítése az az asszonyoknak, ez a kedvenc, és azt minden évben, ez is a 9. éve már, majd zsebkendőket hímeznek, vagy a főketőket, ami az is egy elmaradhatatlan kelléke a népviseletnek, ugye a fejükön, ami a hajukon díszes. Van, a díszes, van egy csipkés fékető, amit a fiatal asszonyok hordanak esküv után, de azt csak addig hordhatják, addig még nincsen baba, vagy egy kis gyerek. A másik azután már az a megszokott a másik fékető. Majd a kemencébe sült a kenyérlángos, amit ugye kovásszal készült. Ugye azt úgy kell, hogy bekovászoljuk a tésztát, vagyis a élesztőt és a tésztát, és akkor ennek pihenni kell legalább egy 3,5-4 óra hosszát, majd utána, amikor már a kovász megkelt, akkor bedagasztjuk. És akkor azt egy olyan 50 percet pihen, és akkor megint. És akkor utána kezdődik a sütés. És ott kiveszik a részüket a nyugdíjasaink, mert nagyon sok munka van. Hát végül is, hogy elkészíteni, tepsibe készítjük, mert valamikor régen a kemence aljára tették a lángos, de mi hát tepsibe készítjük el, belerakjuk, és akkor ugye, de a kemencébe sül, igen, a kemencébe sül, és csinálunk olyat, hogy káposztát is reszeltünk bele most, már ugyan tavaly is, egy kicsikét felfrissítettük, ugye egy kicsit olyan különleges legyen. Ki is vették a vendégek a részüket ebből. Hogy ne sorakoztak, és ez legalábbis nagyon jól esett, mert dicsérték, hogy nagyon finomra sikerült, és akkor ilyen fokhagymás zsírral kell megkenni. Azután vannak ugye az agyagozások, megint ott, aztán a gyerekeknek vannak ezek a kis satirozás, ami templom van, a művelődési ház, aztán azt hiszem, a kastély van, még a régi kastély van. És akkor azt is, igen, az egy ilyen márvány kis lapocska, és akkor azt, hogy lesatírozzák. Mint valamikor mi gyerekkorunkban pénzt satíroztuk, ezt lehet úgy, és akkor ezeket satírozzák. Igen, ezek a motivumok, amik voltak, igen, és akkor azt, oda is van írva, hogy ezek milyen épület, vagy építmények, vagy épületek. Illetve hát ugye szövőszéken dolgozik. Ja, és a szövőszék, hát az, sőt, az nagyon szép a szőnyeg, és sőt, abból lehet is venni, vásárolni is. Szoktak is, igen. És az különböző színek, és ez persze van olyan asszony, ugye egy másik, egyik, aki sző, a másik pedig az csíről, vagyis a fonalat hajtja föl arra a bizonyos csírelőre, és amit úgy dobnak a szövőszéken, és azt rakják össze a színeket, mert azért azt is nem mindegy. Hogy rakjuk a színeket. Azért lesz olyan szép és egyedi, mert meghatározott sorrendben működik. És az sem mindegy, hogy van szőve, mert az is azért elég sok vagy nagy fizikai készséget jelent, mert az ütni kell, meg oda kell rántani, hogy szoros legyen, de túlságosan. Arra is oda kell figyelni, hogy ne legyen hullámos a széle az a szőnyegnek. És ez mind figyelmet igényel. És szakképzettséget ezek szerint. Igen. Hát ez a nagymamákról jön át a fiatalokra, akik megmutatták, és akkor ez így megy tovább. Szálgenerációról generációra. Igen, hát hála Istennek azért most már elég fiatalok is vannak, akik tudják a szövést, és akkor nagyon ügyesek. Csak még nem akarnak jönni dagasztani, az még nehéz nagyon. Idővel az igen, is. Igen, az is lesz majd, igen, remélem, hogy majd felváltanak. És a Lecsó Fesztiválon kívül, amikor ugye nem itt tevékenykednek a nyugdíjas klub tagjai, akkor milyen elfoglaltságuk van? Hát szoktunk menni azért szerepelni is, valamikor ugye meghívnak, Szecsőre jártunk. Akkor május 1-én voltunk Bagon szerepelni, meghíváson voltunk. Sőt, május 1-én májusfát állítottunk a nyugdíjasok, minden áldott évben május 1-én májusfát állítunk. Most 20-án megint egy kis összejövetel lesz, augusztus 20-án a nyugdíjasok egy kis pörkölt főzés, egy elbeszélgetés végül is, egymással problémák vannak, vagy valami megbeszélgetjük, meg azután
próbálgatunk dalokat összeállítani, hogy szeretnénk a nyugdíjas találkozót októberben elkészíteni, vagyis hát megszervezni, és arra is készülünk. Több települést érint ez a találkozó? Négy községet, Dány, Vácsent László, Valko, és így a Zsámbok, ugye, négy község. És Zsámbok fog ennek Zsámbok most, igen, ez négy évenként van, és akkor most mi fogunk a következők a Zsámbokiak lennénk. Hát reménykedem, hogy össze fog jönni. Hát, ha csak annyira jól sikerül, mint amennyien a Lecsó Fesztivál volt, akkor hát, biztos, hogy talán, nem kell igen, panaszkodni. Reménykedünk, igen, hogy fog sikerülni. És ha jól tudom, akkor további hagyományos tervek vannak még itt az őszre nézve a művelődési házzal kapcsolatban is, mert ugye minden évben a születi mulatságot is megrendezik Zsámbokon. Ezzel kapcsolatban milyen tervek vannak a mostani őszre? Szüreti felvonulás lesz, szeptember végére, október elejére szoktuk ezt megtervezni, és végül is ott az iskola, óvoda egy felvonulással jön át vissza a művelődési házba a Falu Múzeumtól, és végül is ott egy kis, a múzeumban maga a préselés, a szőlőnek a kis kóstolása, mulatozás, táncolás zajlik végül. Szintén a jó hangulat jegyében is. Hát ugye a nyugdíjas klub igen, is jelen, ez igen, természetesen hát Piroska nénivel az élet. Persze, persze, hát ott van a nagyon szép lugas, és akkor azt szoktuk leszedni, és akkor préselik, van férjepéjaink, akik segítenek ledarálni, és aztán a gyerekek a mustot mindenki megkóstolja, és akkor onnan. Hát végülis a nyugdíjasunk az mindenki kiveszi a részét azért ebben. Besegítünk azért, mint civil szervezet, azért, ha csak lehet, azért helyt állunk. Legalábbis próbálkozunk helyt állni. Mit üzennének műsorunk nézőinek, miért lesz érdemes ellátogatni a továbbiakban is a zsámboki fesztiválokra, szüreti mulatságokra, minden olyan tevékenységre, ami a hagyományőrzés jegyében zajlik? Próbálunk egy jó kedvet biztosítani nekik, és mindenféleképpen érdekes programokkal várjuk ezentúl is őket. Köszönjük szépen akkor, hogy elfogadták a meghívásunkat. És köszönjük is. Köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük. Kedves nézőink pedig műsorunk után megtekinthetik a 9. Zsámboki Lecsó Fesztiválról készült összefoglaló körképet. Köszönöm, hogy itt voltak. Önök a Porta 12. adását látták. Várom önöket új témákkal a jövő héten is. Köszönöm, hogy itt voltak. A viszontlátásra!